2023 podcast. Egy régió útja a kulturális fővárossá válás felé. 2023. Emberek, gondolatok, innováció. Szervusztok, kedves hallgatók! A 2023 podcast első adását halljátok, én Gellért Gábor vagyok. A podcast célja, hogy végigkíséri az utat, amellyel Veszprém és a Bakony-Balaton régió az európai figyelem középpontjába emelkedik, és bemutassa a programokon és projekteken dolgozó alkotóközösségeket. Az első adás Csántogál Jánossal, a Web 2023 művészeti és kreatív főtanácsadójával készült, a program jelenéről és jövőjéről. Úgy gondolom, hogy ha velünk tartotok, a következő bő fél órában sokkal jobban meg fogjátok érteni, hogy miről szól az Európa Kulturális Fővárosa program. Tartsatok velünk egészen 2023 végéig. Te végül is belekerültél az Európa Kulturális Fővárosa projektbe, kulturális és kreatív igazgató, aztán főtanácsadó lettél. Én úgy tudom, hogy a Mészáros Zoli vett rá erre téged. Pontosan tudtad, hogy mit fogsz itt csinálni? Pontosan nem tudtam, egyébként úgy kerültem bele, hogy ugye előtte nekem az utolsó munkám az a berlini, a Potsdami filmegyetemben voltam én történetfejlesztő tanár, professzor. És már régóta gondolkoztam azon, hogy hogy lehetne visszajönni, vagy azt a régi tervünket megvalósítani, hogy van felsőrsön egy házunk, és akkor valamiféleképpen itt egy ilyen nyugodtabb körülmények között, nem annyira dekoncentráltan két ország, és nem tudom én hány háztartás között mozogva fókuszáltabban élni. A Zolival egyébként ismertük egymást, nagyon felületesen, ő járt kint Berlinben, annak ide, amikor én a Collegium Hungaricumnak voltam az igazgatója, ami egy ilyen jó több mint hat éves meló volt, és ő akkor kint járt a Schneedberger tanítványokkal. Az egyik nyáron, amikor itt voltam már, itt 18-19-en keverednek az évek, akkor felvettük a kapcsolatot, és mondtuk, hogy akkor üljünk le beszélgetni, meg hogy mi van meg. Hát valóban én úgy távolról hallottam ezt a kulturális főváros történetet, és akkor leültünk, és akkor mindenféléről beszélgettünk, ő javaslatokat kért tőlem, egyébként ilyenre is, hogy ki legyen szerintem a kulturális igazgatója ennek, van erre tippem, meg. És akkor mondtam ilyen, amik úgy eszembe jutottak. És aztán arra kért egy idő után, amikor akkor már nekik megvolt az első fordulójuk, tehát, hogy mondjam, tovább kerültek már egyel, tehát leszűkült a városok száma, a vetélkedő városok száma háromra, és kérte, hogy valamiket javasoljak az én szakmámból, tehát a filmes, vizuális, audiovizuális szakmából, hogy az úgynevezett bidbookba, az újabb fordulóba, tehát az ajánlattételbe miket vegyenek fel ilyen mozis vagy filmes dolgok. És akkor én írtam ott egy ilyen, nem tudom én, jó pár oldalt javaslatot, más jellegű javaslatokat is tettem, és akkor ezt így fel is vették. És azt hiszem, hogy akkor valahogy kényszer lépés is volt, ugye, mert előbb-utóbb be kell nevezniük embereket. Zoli kérdezte tőlem, hogy engem érdekelne ez. Na most ez nekem természetesen, ugye azzal, hogy én vissza akartam jönni, ez nekem azért ez egy, hogy a német mondja, gefundenes fressen, tehát, hogy megtalált ennivaló az út. Tehát persze, hogy azt mondtam, hogy na, ez engem érdekel. De hát azért elgondolkodtam rajta, mert én pont ebből a kultúrintézet igazgatói múltamból azért láttam egy-két kulturális fővárost, vagy legalábbis láttam azt, hogy ez milyen komplex feladat, és hogy potenciálisan nagyon sok akadállyal és kihívással jár. Mondjuk ezt így óvatosan fogalmazva. Egyébként akkor, amikor rábólintottam, akkor még nem is volt, hogy mondjam, ez az egész szervezeti kérdés nem is volt tiszta, tehát hogy ez, hogy kulturális, kreatív igazgató, én kértem a kreatívot, tehát, hogy ne csak a kulturálisban mindig, nem mindig, de hajlamosak az emberek, most hagy karikírozzam, valakit látni, aki elintézi, hogy zongora legyen a színpadon. Tehát se a színpad, se a zongora, se az elintézi, nem feltétlenül a fókuszaim, hanem szeretek, és ez egyébként ehhez értek is, és érdemes egy embert mindig arra használni, amihez ért. Én ahhoz értek, hogy hogy lehet egymástól távol levő dolgokat valamiféleképpen összekapcsolni úgy, hogy egy ilyen
hogy eredeti módon rajzolják ki azt, hogy mit is jelent az, hogy kultúra, mit is jelent az, hogy kreativitás. Tehát, hogy engem ez érdekel, tehát a technológiától egészen a művészetig és a tudománytól a rendezvények különböző vizuális aspektusaig, ezek mind érdekelnek engem, illetve ezek érdekelnek valójában. A műfaj szerinti dolog az ahhoz az élet, hogy mondjam, az élet utamból származóan értek, tehát vannak műfajok, amikkel foglalkozom, de nem tartom igazán számomra érdekes kihívásnak, ott nem szoktam, mit tudom én, egy összerakni, nem tudom, zenekarok egymásra követését, vagy íróknak a... hanem inkább a témák érdekelnek, és az, hogy ezek hogyan kapcsolódnak össze ilyen társadalmi valóságokkal. Na jó, tehát ez volt, amire én rábólintottam. Úgy gondoltam, hogy így fogok tudni valamit hozzájárulni ez a történethez, és most akkor le is zárom ezt a hosszú felvezetést, vagy bevezetést, vagy választ, hogy számos akadályon keresztül, de többé-kevésbé, mert ez nem volt egyértelmű egyébként a résztvevők számára sem, hogy akkor most ők kit vásároltak be maguknak. Tehát volt egy név, meg azt mondták, hogy ezt csinálta, tehát hogy, és ráadásul nem feltétlenül vettek ők részt még ilyen nagyobb kutás, hogy mondjam, projektben. Nem volt számukra se egészen tiszta, hogy mit várhatnak tőlem, vagy egy mi ez az áru, amit ők beraktak az önkiszolgáló kosárba. De most már néhány év múltával, két év múltával azt hiszem, hogy most már a szervezet is, hogy mondjam, ugye a szervezetet kicsit személytelenül mondva, de nem véletlenül érzi, hogy én mire vagyok jó, vagy mivel tudok hozzájárulni ez a nagyon komplex és nagyon összetett projekthez, mint a kulturális főváros. Mondtad, hogy láttál egy-két kulturális fővárost felépülni. Melyeket és nagyon egyformán készítették el ezeket a projekteket, vagy teljesen másképp nyúltak hozzá? Na most ez egy óvatlan mondat volt, tehát az, hogy láttam, azt nem úgy kell elképzelni, hogy most én nagyon közelről követtem volna ezeket, de hát amikor elkezdtem a Berlini Kulturális Intézetet, akkor pont éppen Pécs volt, tehát 2008-ban kezdtem, hát rá két éve volt Pécs, de akkor már ugye Pécs dörgött, már mint az előkészületek. Annak idején emlékszem, meg is keresett a Német Művészeti Akadémiának az egyik felelőse, hogy kérde, akkor már mint ugye akkor ilyen kulturális tanácsos voltam, hogy tudnánk Pécsnek segíteni című kérdéskör volt, és akkor emlékszem, hogy ilyen, én egybe hívtam ilyen budapesti, vagy össze meghívtam budapesti ilyen kultúrmenedzsereket, meg olyan embereket, akikről úgy gondoltam, hogy kiismerik magukat ezen a terepen, ezen az nagyon ingoványos terepen egyébként, ami a kultúrás főváros, és akkor ott valami ilyen akcióprogramot is létrehoztunk, hogy mit lehetne csinálni, hogy lehetne támogatni Pécset, nagyobb láthatóságot. Tehát ez volt az egyik, amit így láttam, most nem akarom a problémákat mind felsorolni, meg nem is akarom megítélni, hogy milyen lett aztán a végeredmény, mert nincs is elegendő információ, csak ilyen atmoszférikus dolgok, amiket Pécsről szoktak mondani. Azt tudod, hogy úgy vonult be a köztudatba, hogy az nem sikerült? Hát igen, ez is egy ilyen, ez egy köztudat, ugye most a Kantnak van egy mondás, hogy közvélemény ott van, ahol nincsenek gondolatok, de mindegy, szóval, hogy nagyon sok minden igaz, nem igaz valószínűleg erre a Pécsre is. Egyébként, tehát az image kérdésben az, hogy valóban itt Magyarországon egy inkább negatív image tapad Pécshez, de hallottam, hogy például brüsszeli vártáról például Pécset egyáltalán nem tartják sikertelen vállalkozásnak. Tehát, hogy ott ők sokkal több ugye kulturális fővárossal szembesülnek, meg ismerik ezeket a dolgokat. Tehát nem, ez nem egy kiemelkedően valami, nincs negatív konnotációja számukra. De Isten tudja, hát én ezt most nem tudom megállapítani. De tény az, hogy ez mutatja,
egyébként csak ez az egyetlen egy kérdés mutatja, hogy ez mennyire nagy kihívás egy ilyen projekt, aminek ráadásul nincs is jó, hát ha az ember kitűz magának egy-két dolgot, hogy megduplázom a turista számot, vagy mit tudom, valami ilyesmit, akkor talán van valami mérhetősége, de igazából nincs mérhetősége ezeknek a dolgoknak, image-szerűek, ezek valamilyen image megmarad, jó, Liverpool egy nagy image, egy jó image kulturális főváros, de hát nekik ott volt a Beatles és a Ringo Starr dobolta a színpadon, tehát meg mindig kérdés, hogy mennyi pénzt kap, ugye, az mindig kérdés. Hát most egy Németország, na, nem tudom, hogy ott az Essen volt ugye kulturális főváros, illetve a Ruhrvidék gyakorlatilag, mint régió. Én nem tudom, nem emlékszem, milyen összegű pénzek voltak ott megmozgatva, és milyen már létező, gyakorlatilag felállt szervezetek tudták magukhoz venni ezt a feladatot, ezt a kihívást. Tehát, hogy készenlét is kell, tehát a Ruhrvidéken nem volt probléma, vagy mondom egy kicsit így hasraütve, fogalmam sincs, lehet, hogy egyébként mindenütt probléma, megfelelő szervezetet felépíteni, és a többi. Tehát maga a kulturális fővárosnak a műfaja nehezen megítélhető műfaj. Tehát még elmagyarázni is nehéz, hogy miről szól, hogy egyáltalán mi az, tehát mit jelent az, hogy Európa kulturális fővárosa. Tehát magát a formátumot nehéz megmagyarázni. Hát ha egy formátumot nehéz elmagyarázni, akkor még nehezebb megítélni, hogy az a formátum beváltotta a hozzáfűzött ígéreteket, vagy reményeket. Mondjuk Párizs, mint kulturális főváros, semmi dolga nincsen, mert amúgy is az. De mondjuk nyilván, amikor megkaptad ezt a feladatot, akkor el kellett azon gondolkodnod, hogy hogy lesz kulturális főváros Veszprém. Tehát mi itt a feladat, hogy ide jöjjenek a külföldi turisták, és egy kirakatot lássanak mindent, ami Magyarországon fontos, vagy valami kreatív erő megmozduljon, és megváltozzon ez a régió. Merre felé akartad ezt vinni, vagy mi van a fejedben ezzel kapcsolatban? Nézd, mielőtt én beléptem volna ebbe a történetbe, azért a társaim, akik most még mindig, hogy mondjam, társaim ebben a vállalkozásban, ők már évekkel ezt megelőzően törték a fejüket különböző irodákban, önkormányzati hivatalokban és presszókban, hogy akkor mi is legyen ez a, mi legyen a premisszája, mi legyen a fő üzenete, vagy mi köré épüljön ez a történet. Tehát ilyen értelemben már nagyon sok gondolkodásba csöppentem én bele. Amikor én szembesültem azokkal a kérdésekkel, vagy azokkal a vágyakkal, meg tervekkel, amelyeknél úgy tűnt, hogy az még bizonyos szempontból fókuszálásra vár, tehát hogy hát minden, amit mondtál, és még hozzá lehetne sorolni még egy-két lehetséges célt, az természetesen az asztalon volt, firtatták itt a társaim, meg a város, meg a régió, ugye, hogy akkor ezek közül melyik az, ami a legfontosabb, vagy hogy lehetne. És akkor a nagyon konkrét feladat csiszolása közben mozdult el egyre inkább a dolog, egyébként még mindig mozgásban van, de egyre inkább egy olyan irányba, amit úgy lehet megfogalmazni, hogy ennek a kulturális fővárosnak, a Veszprém-Balaton 23 kulturális fővárosnak a feladata az volna, hogy ezt a régiót, mint kulturális kreatív régió pozícionálja európai láthatósággal és Veszprém erőközponttal. Mégpedig úgy, és ez is lépésről lépésre, hogy mondjam, került bele abba a fogalomrendszerbe, ami a célokat meghatározza, mégpedig úgy, hogy a kreatív iparnak, hogy mondjam, még egy erősebb otthon teremtsen, tehát hogy kihasználja ennek a régiónak azt a potenciáját, azokat az előnyeit, amelyek a kreatív iparnak az otthonra találását segítenék, azoknak, és ezeknek a következményei természetesen mindez, amit most mondtam, hogy egy kulturális kreatív régió európai láthatósággal, Veszprém erőközponttal, egy ilyen kreatív hubnak a létrehozása, az természetesen olyan remélt hosszú távú következményekkel járhat, jobban megtartja a régió a fiatalokat, kreatív szakembereket vonz a régióba, vonzóvá teszi a régiót egyáltalán ilyen rendezvények, projektek, vállalkozások számára. Tehát így ebbe az irányba mozog ez a történet. Na most ez így is még egy kicsit elvontan hangzik, mi már azért ezt elég konkrétnak érezzük. Erre elég jó rá lehet húzni, hogy minden, amit teszünk, minden, és minden, amit befogadunk,
az azt segíti elő, hogy ez a, hogy meg, hogy, hogy mondjam, hogy dinamizáljuk ezt a régiót, mint egy ilyen kreatív, kulturális régió, tehát minden olyan, minden támogatunk olyan incentívákat, kezdeményezéseket, meglévő, vagy még csak megálmodott projekteket, amelyek a, ennek a régiónak ezt a kulturális, kreatív értékét emelik. Talán ez lenne a, ez az, amin dolgozunk. Na most ez több műfajú történet, tehát ez lehet az is, hogy mondjuk egy olyan infrastruktúrális beruházás, ami egy nagyon, hogy mondjam, nagyon korszerű, vagy akár már egy kicsit a jövőt is magába foglaló valami olyan infrastruktúrális beruházás, amin egyébként gondolkodunk, egy ilyen úgynevezett immerzív, digitális kiállítóközpont, ami egyrészt turisztikailag is attrakció lehet, de másrészt viszont kimondottan kreatív művészeket vonz a régióba, vagy az, hogy egy jelentős filmfesztiválnak az otthonát alakítjuk ki itt Almádi, Veszprém, Balatonfüred háromszögben, ami kimondottan hát a filmipar, az kimondottan a kreatív ipar par excellence, tehát az egyik legfontosabb kreatív ipari ágazat, és hogy ezt valamiféleképpen itt Veszprém közelében, vagy Veszprém bevonásával, hát hogy hozzuk itt létre. Ezek mind olyan mozdulatok, vagy olyan ingerek, amiket a régiónak adunk, és amit a, hogyha a régió befogad, és a régió erre, hogy mondjam, dinamizálódik, akkor ez nem mi fogjuk megoldani, de a régió számára ez egy inspiratív első lépés, ami talán középtávon nem tudok más mondani, hogy kiaknázza azokat a lehetőségeket, bőven benne vannak, és kihasználatlanok még itt. Gondolom, rengeteg olyan kezdeményezéssel találkoztok, ami embereknek ilyen régi beakadásuk, és azt gondolták, hogy most jön a kulturális főváros projekt, és azt most meg lehet csinálni. Ezek a nagy-nagy célok, amiket mindenki magába kitalált évekkel ezelőtt, és úgy gondolja, hogy ezt most fogja végigvinni, ilyennel gondolom sokkal találkoztok. Hogyha azt mondom, hogy egy régiónak a kulturális értékét emelni, annak az attraktivitását növelni ilyen értelemben, abba természetesen beleférnek azok a régi álmok is egy-egy fesztiválról, de még inkább belefér az, hogyha mondjuk egy olyan hálózati rendszert javasolunk mondjuk kulturálisan, amelybe ezek a fesztiválok nem pontszerűen ellobbannak, mint egy nagy tűzi játék, hanem ahol építkezve közép és hosszú távon fenntarthatóan többek, mint egy fesztivál, hanem valamiképpen egy adott mikrorégiónak a kulturális színvonalát és minőségét emelik, és minél több embert, vagy minél több kezdeményezést maguk részéről is be tudnak vonni, és ráadásul arra is képesek, hogy ne egyszerűen csak arra számítsanak, hogy most itt van egy megfelelő támogatási összeg, aminek az alapján ők ezt majd megvalósítják. Mi is hozzájárulunk, de ők is hozzájárulnak, hogy közép és hosszú távon valamiképpen ez a kulcs szó, hogy fenntartatóan tudják megvalósítani azt, amit akarnak. És a másik talán még, amit ehhez hozzáfűzhetnék, az az, hogy a mi részünkről az is feladat, hogy azokat az álmokat, amelyeket egyedül álmodtak emberek, azoknak olyan kereteket adjunk, amelyek akár a maguk módján még többet is képesek megvalósítani, mint az eredeti magányos álom elképzelt. Lehet, hogy megváltozik közben az alakja, vagy megváltozik a formája, de megtartja az igényt, és másrészt viszont valami olyasmit tud létrehozni, ami meg is mozgat valójában, és nem csak egyszerűen egy saját álom megvalósítása. Egy ismerősöm mesélte, hogy ilyen EKF ügyben valamelyik településen összeültek a kreatív emberek. Igen. És ültek körbe, és senki nem akart mondani semmit. Miért? Mert azt gondolták, hogy a többiek el fogják lopni az ötletet. És emiatt aztán olyan lett az összejövetel, hogy mindenki ült, egy kicsit így méregette a másikat, nagyon messziről, távolról dobott gondolatokat, de nem jött ki a végén belőle semmi. Hogyan lehet ezzel a fajta mentalitással valamit kezdeni, ami valószínűleg kicsit jogosan is benne van az emberekben? Hát most feladtad a leckét, mert most elmondtál egy helyzetet, amit én magam nem éltem meg, de el tudok képzelni. Most próbálok valami analógiára
analógiásan gondolkodni. Igen, most talán mondok egy példát, hogy vannak olyan települések vagy városok a régióban, ahol a ahol természetesen, mint mindenütt, ilyen belső kulturális rivalizálások is vannak, éltem csak kulturális, rivalizálások is vannak, hiszen valóban ugye mindig oda redukálódik alapvetően a gondolkodás, vagy előbb-utóbb aztán az a realitás, hogy akkor most ennyi pénz van, és akkor ez a pénz, ez hogy van elosztva, meg ezek a kérdések ugye újból és újból felmerülnek. De amúgy is régebben jelenlévő, hogy mondjam, ilyen rivalizálások is lehetségesek. Na most találkoztam olyan helyzettel, ahol nem, hogy mondjam, ezekkel az egyes tervekkel kezdtünk el foglalkozni, hanem azt mondtuk, hogy jó, ti ezzel foglalkozzatok a terveitekkel, de mi lenne, hogyha most adott esetben a zenei edukáció, vagy a színházi edukáció, vagy az irodalmi edukáció terén, amely a ti, hogy mondjam, városi valóságotok, nem magatokkal foglalkoznátok, hanem azon gondolkoznátok el, hogy milyen módon lehet bevonni a fiatalokat, hogy lehet felépíteni ebben a városban egy zenei, színházi, irodalmi stratégiát, ami túlmutat a ti egyes intézményeteken, és valami fajta ilyen együttműködésre, tehát az edukációt veszi célba a ti műfajatokban. Érdekes módon erre mindenki pozitívan reagált, mert valahogy ezen, tehát nem a saját, hirtelen a saját álmukból kilépve egy ilyen dologban kezdtek el együttműködni, vagy legalábbis együtt gondolkodni. Mi ezt tudjuk csinálni, aztán az, hogy ott valami fajta rivalitások vannak, annak a megoldását természetesen, a megoldás nincs nálunk, hát ez, de mondjuk egy ilyen javaslattal, amikor az ember egy kicsit kizökkenti a már meglévő és már meghatározottnak tűnő keréknyomokból ezeket az intézményeket vagy kezdeményezéseket, akkor szerintem ott egy kicsit úgy a horizontot, a láthatárt megnyitva ezeknek az intézmények számára is elkezd talán érdekessé válni az, hogy valami mással foglalkozzanak, mint amivel eddig, hogy mondjam, az életvalóságuk, amire kényszerítette őket. Úgy tudom, hogy a filmfesztivál az, ami konkrétan a te gondolatodból indult el, és ennek azért alapja is van, hiszen egyrészt nagyon hosszú évekig itt volt a Veszprémi TV találkozó, ami tévés szinten a legnagyobb esemény volt valaha, és tényleg ott a hasonlóan a nagy filmfesztiválokhoz a legnagyobb tévésztárok oda elmentek. És nyilván amiatt is fontos volt, hogy létrejöjjön egy ilyen filmfesztivál, hogy a Budapesten a filmszemle az azért kicsit megbicsaklott. Nyilván ennek megvannak a saját okai. Mekkorára akarjátok ezt a filmfesztivált? Ebből egyszer csak nemzetközi filmfesztivál lesz? Nem hiszem, hogy nemzetközi filmfesztivál lesz. Az elején már, amikor először felmerült, egyébként amikor először felmerült a gondolat, akkor az én első javaslatom az egy kisebb fajta ilyen nemzetközi filmfesztiválnak a gondolata volt itt a Balaton partján. De hát csak úgy bele a vakvilágba filmfesztivált csinálni, az nem egy olyan egyszerű dolog. Tehát nyilvánvalóan felvettem, és volt más, nem volt kérdés, hogy felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Filmintézettel, ahol megtudtuk, hogy van egy nemzetközi filmfesztivál, középtávon van egy ilyen terv, most a pandémia bejött meg minden, tehát hogy kimondottan létezik egy ilyen Budapestre koncentrálódó ötlet, és hát az meg teljesen, hogy mondjam, felesleges volna most itten egy ilyet itt kezdeményezni, de mivel annak idején, amikor ezt én javasoltam, akkor valóban a titkos reményem az volt, hogy mi itt kipróbálunk valamit piciben, és valamikor megkérjük a szakmát idézőjelben, tehát akár a Nemzeti Filmintézetet, annak vezetőjét, hogy mi lenne, hogyha a Budapesten, ahogy jól mondtad, megbicsaklott, hát most ennek a történetében nem akarnék belemenni, erre, amit mi itt kidolgozunk, ide lehívni, és kvázi az előre elkészített alapokra, szervezeti és infrastruktúrás alapokra kvázi ráilleszteni, és azt mondani, hogy na akkor most innentől fogva csináljuk ezt így. És amikor ezt előadtam, ezt a tervemet, akkor itt az ágytál, amire vágytál alapon kiderült, hogy ez a megfontolás, tehát az, hogy vidéken vagy valahol a Balaton környékén legyen valamilyen
jelentősebb nemzeti filmes megmozdulás, az már régóta keringett, tehát hogy mondjam, nyitott ajtókat döngettünk, és valóban, hát már régóta van kapcsolatom ezzel a szakmával, és közhely, de fontos, hogy nagyon régóta újból és újból felmerül az a gondolat, hogy lehetne egy olyan fesztivált, vagy egy olyan sereg, ilyen filmes, vagy mozgóképes seregszemlét létrehozni, ami nem Budapesten, hanem valami fesztiválosabb helyszínen, Budapestről nem távol, ugye az volt a Pécsinek az egyik kisebb problémája, hogy azért az lényegesen, hogy az messzebb volt Budapestről, létrehozni valami olyasmit, ahol a szakma, a közönség jól érzi magát, egyfajta ilyen a magyar filmnek a brandjét erősíteni a közönségnél, és egyáltalán a szakmai együttlétnek egy keretet biztosítani. Most ennél jobb helyet nagyon nehéz találni Magyarországon, tehát ezen kevés vita van, tehát hogy Balatonfüred, Veszprém, valóban Veszprémnek a tévés múltja is ott van, és Almádi, tehát ez egy nagyon vonzó kihívás. Most attól eltekintve, hogy most ez a szemle vagy fesztivál, mert a szemle az, ugye ezek mind ilyen brand kérdések is, minden. Mi úgy gondoltuk, hogy először egy ilyen úgynevezett filmpiknikkel kezdtük ezt a történetet tavaly, az nagyon jól sikerült, és egyébként a leginkább, ugye ez megint csak abban a stratégiában, ez, tehát hogy mondjam, itt nem, én nem a filmes kalapomat hordom ebben a történetben, hanem az Európa Kulturális Fővárosa művészeti tanácsadójaként, mégpedig azokkal a célokkal, amiket leírtam, tehát hogy a régiónak az aktivizálása kulturális, kreatív, régió pozicionálásaként, tehát ehhez egy filmfesztivál az egészen kiváló. Az európai láthatóság, a kérdésedre válaszolva, ami a nemzetköziséget illeti, az természetesen előbb-utóbb majd, amikor ez az egész pandémiás időszak, meg hogy egy kicsit etablizálódik, egy kicsit jobban feláll még jobban a fesztivál, az természetesen nyithat az ember erre, hát lehet felőlem, lehet egy partner országot behívni olykor-olykor, de leginkább az kell, hogy az lenne jó, hogyha a külföldi újságírókat, filmes szakembereket meg lehetne hívni ide, és megint egyfajta ilyen, hogy mondjam, valamilyen nemzetközi, vagy legalábbis európai láthatóságú pezsgés létrehozni. Amiket mi eddig, ami az eddigi tapasztalat, tehát ez a két alkalom, ugye volt a filmpiknik, és most már a Magyar Mozgóképfesztivál, ez mindenképpen alapvetően pozitív. Megint csak azt kell mondani, hogy ez a posztpandémiás, remélhetőek posztpandémiás időszakban, amikor szabadtéri mozik nyáron, tehát a szezon kezdetén, több napon keresztül, számos film, és eddig a visszajelzések azoktól, akik részt vettek, azok nagyon pozitívak voltak. Úgyhogy ennek mi örülünk. Csak egy zárójelbe egy kis, hogy mi az, hogy pozitív visszajelzés, mi felbéreltünk idézőjelben ilyen úgynevezett élménybiztosokat, 5 embert, azok ki lettek választva, köztük olyanok is, akik kimondottan, hogy a morózus természetűek, és végül is 4,2-re pontozták az élményt, tehát 5 lehetséges pontból, és az kimondottan jó nekünk, ennek mi örülünk, és még egyet hozzáteszek, hogy azáltal, hogy van ez a másik tervünk, ez az úgynevezett immerzív, vizuális, hogy mondjam, ilyen látványélmény központnak a kialakítása, az is nagyon sok köze van a mozgóképhez. Úgy gondoljuk, hogy talán még ez a két dolog össze is érhet, és az, amit annak idején Veszprém televízióként csinált, televíziós helyszínként, azt most az új médiának a helyszíneként tudja majd abszolválni, ha sikerülni fog, és akkor maga a Magyar Mozgókép Fesztivál még, hogy mondjam, még egy olyan spint, egy olyan gellert is kap, ami kimondottan a jövő mozgóképes elbeszéléseinek a helyszínévé is tud válni ez. Megmagyarítanád ezt a élményközpontot? Tehát hát hogy fog ez kinézni? Nehéz. Hát magát azt, hogy digitális már, azt is nehéz megmagyarítani. Ugye hogy azt mondja az ember, hogy a digitális művészetek, akkor most ki mit ért ez alatt, ugye? Nehéz, de azért el tudom mondani azt, hogy ezek a technikai lehetőségek, amik az újfajta vetítők, vetítési felületek, ezek egyre inkább, na nem is tudom, hogy álljak hozzá, megpróbálom először nagyon elméletileg. Az egyik, az egyébként a totális mozinak az elve, a totális, amit egy Barjavel nevezettű francia
filmelméleti író állított fel. Nevezetesen, hogy a film, a mozgókép az egyetlen olyan művészeti műfaj, aminek a fejlődését a technológia diktálja egy az egyben. A többi műfaj az ilyen értelemben ugyan a technológiát kihasználja, de nem a technológia diktálja neki a lépéseket. Ez a technológiai fejlődés, ez afelé mutat, hogy legalábbis technológiailag, afelé mutat, hogy minél inkább, hogy úgy mondjam, a valóságos élményhez közelíteni azt a mozgóképet, ugye? Tehát az elején még csak fekete-fehér volt, meg rohangáztak az emberek, nem tudom, ma már színes, vannak háromdimenziós próbálkozások és a többi, tehát hogy a technológia valamilyen módon hajtja ezt előre. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet lemondani erről adott esetben művészeti okokból, de ez tény. Na most ennek a technológiai fejlődésnek a mentén egyre inkább kialakulnak olyan műfajok, amik az úgynevezett immerzív műfajok, ami azt jelenti, hogy az ember nem frontálisan néz valamit, ami vetítve van, hanem gyakorlatilag bekerül egy olyan térbe, hogy körülötte történnek a dolgok. Na most ezt vagy úgy, talán akik hallgatják, ismerik ezeket a virtuális valóság szemüvegeket, például, hogy az ember felvesz egy szemüveget, és benne van abban a térben, és abban az eseményben, az az esemény, a mozgóképes esemény körülveszi az illetőt. Van egy ilyen lehetőség, de van olyan is, hogy szemüveg nélkül egy olyan nagy térben van az ember, vagy kisebb térben, ahol 365 fokon, de akár még felül is, meg alul is meg vannak vetítve a falak, és az ember úgy érzi, hogy benne van az eseményekben, legalábbis nagyon erősen körülveszi őt egy vizuális és akár hangi valóság, ami meg van tervezve, animálva van, akár történetekben, nagyon látványos, de lehet nem annyira látványos, nagyon sok mindenre, ez egy médium, tehát egy közvetítés. Na most ennek lehet interaktív része is, tehát az is lehet, hogy nem csak egyszerűen passzívan az ember járkál ezekben a nagy terekben, amikben látványos események vannak köré vetítve, hanem az is, hogy akár ezeket az eseményeket befolyásolja a saját mozgásával, hozzányúl valamihez, akkor átalakul az a dolog. Tehát ez egy technikai, technológiai lehetőség, ami számos dologra használható a művészettől egészen a technológiáig, a tudományig, mert ilyen módon akár az emberi agyban is sétálhatnak orvostanhallgatók, vagy mérnökök, akik egy újfajta eszköznek a, mondjuk például egy autónak a kialakításán fáradoznak, akkor nagyon erősen tudják az egészet vizualizálni, de természetesen akár történeteket is lehet vetíteni, vagy pedig a képzőművészet különböző alkotásait feldolgozni, mondjuk egy házszámot, hogy mondjuk egy csontvári kiállítás ilyenkor, az azt jelenti, hogy az ember belekerülhet csontvári életébe, és azoknak a képeknek a hátterébe is, tehát a sétakozik kocsikázás Athénban, az nem csak egy természetesen ugye a maga a műalkotásnak van egyfajta szakralitása, tehát nem az, nem jobbat csinálunk, csak valamiféleképpen hozzányúlunk ehhez a történethez, a sétakocsikázás Athénban, akkor az ember azt is tudja, hogy ki az, aki sétakocsikázik, vagy esetleg maga is bent ül ebben a kocsiban, vagy pedig látja, hogy hullámzik az a tenger, vagy hogy kell fel a nap e mögött, a házak mögött. Ezek ilyen látványsók, most csak a cirkuszi részét mondom idézőjelben, amelyek megítélésünk szerint, és ez így is van a világban, nagyon sok embert tudnak vonzani, tehát turisztikai látványosságok, de igazából edukatívak is, tehát a képzőművészethez való hozzáférésnek egy populáris útját tudják mutatni. Ilyen most egyre több van a világban, de még mindig nagyon, hogy mondjam, kiemelt helyein a világnak, tehát Párizsban van, meg Bordóban, meg Tókióban, meg esetleg most nyílik majd New Yorkban, és ha Veszprémben is nyílik egy ilyen, a kód, így hívjuk mi, Center of Digital Experience, a kód, akkor Veszprém hirtelen ezeknek a városoknak a névsorába bekerül teljesen természetes módon, de nem csak Veszprém, hanem azok, akik ezzel foglalkoznak, vagy akik ezt működtetik, akik egy belső laboratóriummal, hogy mondjam, ezeket a tartalmakat is kifejlesztik, ezeknek is kötelező módon most már Párizzsal, Tokióval és Linccel például kapcsolatot kell tartani, mint ahogy kapcsolatot tartunk. Tehát az a része annak a stratégiai célnak, amit az elején említettem, hogy
Veszprém erőközponttal ezt a régiót, mint egy kulturális kreatív régió újra pozícionálni, úgyhogy európai láthatósága is legyen, már ennek a tervnek az elindításával is valamiféleképpen megvalósul. Akkor a következő hónapok, esetleg évek az erről fog neked szólni? Vagy ennél azért ez sokkal komplexebb, tehát mi tartozik hozzád? Mi tartozik hozzám? Én főtanácsadó vagyok. Na jó, az egy nagyon kényelmes. Ha a tanácsok tartoznak. Nem, hát természetesen mi tartozik hozzám? Hát én felelősnek érzem magam számos olyan projektél, aminek a, hogy mondjam, az elindításában én nagyon benne voltam. Ilyen van egy pár. Felelősnek tartom magam azokért, az emberekért, akik kultúrmenedzserekként a projektek nagy részét majd viszik, és valamiféleképpen nem azt mondom, hogy ez eligazításomra, de a dialógusra szorulnak, segíti őket az a dialógus, amit én ajánlani tudok, vagy azok a döntéshelyzeteknek az átgondolása, amelyeken együtt fogunk majd vagy együtt töprengünk. Felelősnek tartom magam azért, hogy valamiképpen a tapasztalatomat, egyfajta ilyen európai horizontú tapasztalat, hogy ezt valamiféleképpen mindig befolyassam, annak ellenére, hogy ez nem mindig egyszerű, tehát vannak struktúrák, amiket meg kell mozdítani, ki kell nyitni ahhoz, hogy befogadjanak ilyen igényeket esetleg. Felelősnek tartom magam azért, hogy ez a stratégia, amit most említettem, hogy ez a stratégia nem erüljön feledésbe a sok munka közben. És ezek a stratégiának a leágazásaiért is magam módján felelősnek érzem magam. Tehát, hogyha azt mondom, hogy kreatív ipar, akkor olyan rendezvények, amik a kreatív iparral kapcsolatosak, azokban, hogy mondjam, tevőlegesen részt veszek. Vagy hogyha azt mondom, hogy Veszprémet egyfajta ilyen erőközponttá és kreatív szinten vonzóvá kell tenni, akkor mondjuk például a Veszprémi Börtönmúzeumnak az újra kitalálásában, vagy annak a koncepciónak a kifejlesztésében, ott kimondottan, hogy mondjam, kezdeményező vagy központi szerepet játszom egy ideig, aztán természetesen szakemberek átveszik a munkát. Tehát nagyon sok konceptuális munkát végzek, így ítélem meg, amit én csinálok, legalábbis valamit biztos csinálok, mert reggeltől estig ezzel foglalkozom. És az van, hogy természetesen ezeket egy idő után a nagy részüket, hát hogy mondjam, át kell adni, hogy operatív legyen, és nem lehet egyedül ezt csinálni. Úgyhogy igaziból ezért érzem magam felelősnek ezekért az aspektusokért, és azért, hogy lássam, hogy hogyan kapcsolódnak egymásba a különböző projektek, hogyan erősítik egymást, vagy hogyan termékenyíthetik meg egymást, vagy hogyan lehetne őket még inkább irányba állítani, hogy egy ilyen kifejezéssel éljek. Ez az én feladatom. Ez volt a 2023 podcast adása. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett, kérjük hallgassátok meg heti 2023 mini adásunkat is, amelyben 10-15 percben beszélünk remélhetőleg közérdeklődésre számot tartó témákról. Megköszönjük, ha követitek Facebook és Instagram oldalunkat, valamint a veszprémbalaton2023.hu című weboldalunkat is. Jövő héten új anyagokkal érkezünk. Gerét Gábort hallott.